Köszöntöm nézőinket! Önök a Hírhozó legfrissebb adását látják április 9-én. Mai hírhozónkban többek között szó lesz a járda felújítási támogatásról, védőeszközök telepítéséről, valamint arról, hogy a Pávai iskolában emelt szintű sportképzés indul szeptembertől. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk! A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele a 2,5 millió beoltott volt. Így a feloldásról szóló rendelet szerdán hatályba lépett. A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult. Az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva négyzetméter alapú szabályok mentén. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és a más szolgáltatók is. A pedagógusok soron kívüli oltását követően az iskolák és óvodák április 19-én indulhatnak újra. A járvány elleni jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések április 19-ig meghosszabbították. Az erről szóló kormányrendelet szerdán este megjelent a magyar közlönyben. Változatlanok maradnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. A települések belterületén, az utcán és a közterületeken továbbra is mindenki köteles maszkot hordani, és nyilvános helyen a másik embertől legalább 1,5 méteres távolságot tartani. A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben. Csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák és a fitnesstermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket. Csütörtöktől vasárnapig folytatódik a bölcsődei, óvodai és az iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A házi orvosok is folytatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Sputnik vakcinákkal tudják folytatni az oltást. A veszélyhelyzet időtartama alatt a képviselőtestület és bizottságai nem tartanak ülést. Helyettük a polgármester hozza meg a szükséges döntéseket, Hajdúszoboszló megválasztott képviselőinek véleményét kikérve. A március 25-i döntéshozatalra 29 darab előterjesztés készült. Ezekről az elmúlt napokban Ceglédi Gyula polgármester tájékoztatást adott a közösségi oldalán. Elfogadásra került a rendőrség, a polgárőrség és a mezőőrség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók, valamint elfogadásra került a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója és ezévi munkaterve is. Döntés született a bölcsődei konyha felújításához és kibővítéséhez szükséges pályázat benyújtásáról, valamint az önerő biztosításáról a felújítási keret terhére. Elkészült a járda felújításokat támogatni hivatott városi rendelet is, mely szerint 2021-ben csak magánszemélyek pályázhatnak a támogatásra. Hajdúszoboszló város önkormányzatának képviselőtestülete a márciusi döntést követően támogatta, hogy a Pávai Vajna Ferenc általános iskolában emelt szintű sportoktatás kerüljön bevezetésre szeptembertől. Az iskolában induló képzésekről, valamint az intézmény konyhájának felújításáról Szabó Gyulánéval beszélgettünk. A Pávai Vajna Ferenc általános iskola örökös ökoiskolaként működik, ahol fontosnak tartják a tanulók egészséges életmódra nevelését. Emellett akkreditált tehetségpont is. Az intézmény a legutóbbi testületi ülés követően megkapta a támogatást, hogy a Pávai iskolában emelt szintű sportképzés induljon a következő tanévben. A pedagógiai programunkat ugye áttekintettük, mint ahogy minden évben áttekintjük, és ugye gondolkoztunk rajta, hogy mik azok az új elemek, amivel tudnánk iskolánknak a profilját egy kicsit színesíteni, a gyerekeknek a lehetőségeit tágítani, kibontakozásukat elősegíteni. Az egyik ilyen gondolat volt számunkra, hogy a testnevelés rendkívül fontos a gyermekek, illetve az egészséges életmód alkotó elemeként, ezért gondoltunk arra, hogy a testnevelés tantárgyat első osztálytól kezdve felmenő rendszerben emelt óraszámban tanítanánk.
Tehát ugyanúgy 7 órában történik az oktatás, a mozgási lehetőség biztosítása, mint a sportiskolában. 5 testnevelés óra ugye eleve adott a napi, a másik 2 pedig a délután folyamán kerül megtartásra. Ez azért is jó, mert itt több idő jut egyes sportágak alapelemeinek, technikáinak a elsajátítására, újabb sportágakkal tudnak a gyermekeink megismerkedni a már ismerteken kívül, meg hát szeretik a mozgást, lételemük a mozgás, hiszen szünetekben is rendszeresen fociznak, délután tömegsportfoglalkozások most is vannak, és úgy gondolom, hogy ez egy lehetőséget ad, hogy még az egészséges életmód irányába tegyünk egy lépést. Az emelcintű sportképzés már szeptembertől indul az intézményben. A Berettyófej Tankeleti Központtal egyeztetve átszervezésként került ez a Klebersberg Központhoz benyújtásra. Lezajlott az intézményben a véleményezés, az arra jogosultak, mint támogatják a sportoktatásnak a emelt szintű bevezetését, és ez már most ebben az évben az első osztálytól indul. A sportképzés mellett kihelyezett zenei képzés is indul az iskolában. Ez a másik új arculati elemünk. Ezt részben az élet hívta elő, hiszen nagyon messze vagyunk a városközponttól. A gyerekeinknek ahhoz, hogy zenét tanulhassanak, hangszeren játszhassanak, bizony föl kell menni, általában ugye 4 óra után, hiszen addig iskola otthonban tanulnak itt az intézményben, fölgyalogolnak ugye a városba, vagy jobb esetben felviszi a szülő, és akkor ott vehet részt szolfézs, illetve hangszeres órákon. Megbeszéltük az ICSI iskolával, és Helné Kádár igazgató asszonnyal úgy gondoltuk, hogy megoldható lenne, hogyha mi lennénk a zeneiskolának egy telephelye, és akkor ide kijöve tartanák a gyerekeknek helyben a délutáni időszakban a szolfézs, illetve a hangszeres órákat. Ez heti szinten hány napot jelentene? Ez heti szinten, hát szolfézs óra az 2 nap van, úgy tudom. A zene az attól függ, hogy melyik hangszert ki, tehát szinte minden nap lennének nálunk zenepedagógusok. Többféle hangszer hangzott el a egyeztetés alkalmával. A hegedű, gitár, zongora, trombita, népi hangszer, furulya, felsorolni is egy cselló, ami így hirtelen eszembe jut, tehát többféle hangszer közül választhatnak a gyerekek. A jövő év folyamán kezdetét veszi a beiratkozási időszak az általános iskolákban. Hogyan várják az új növendékeket, illetve ezekre a képzésekre már akkor tudnak jelentkezni? Így van, tehát nagy szeretettel várjuk őket, örülünk, ha iskolánkat választják, tudnak jelentkezni, és meg is fogjuk őket erről majd kérdezni, hiszen nem csak a sportról, a hangszertanulás lehetőségről, hanem ilyenkor szoktuk megkérdezni a nyelvtanulásról is őket, hiszen elsőtől azt is lehet már óraként fölvenni, és akkor angol, német, orosz nyelv közül választhatnak már az elsős gyermekeink. A jelenlegi helyzetben hogyan történik a beiratkozás? Marad személyesen, vagy az online térbe kerül át? Hát zömmel az online térben történik a Kréta felületen keresztül, de emellett természetesen lehetőséget biztosítunk arra, itt lenne a bejárati résznél, hogy aki nehezebben boldogul a felület használatával, esetleg telefonon keresztül, vagy itt személyesen a porta melletti részen tudunk segítséget nyújtatni. A körzethatárok változása hogyan befolyásolja a beiratkozást? Megnövekedett iskolánknak a körzethatára. Én remélem, hogy pozitívan fogja befolyásolni, és a szülők a körzetben lévő intézményt fogják választani. Annál is inkább, mert ugye amikor kialakultak a körzethatárok, akkor az egyik szempont a távolság volt, mert a gyermek ugye elsőben még nagyon sok szülő hozza magával, meg elkíséri az iskolába, aztán később, ahogy nő a gyermek, azért jobb, hogyha egyedül is el tud jönni, és itt a mi körzetünkből viszonylag könnyen és jól megközelíthető, akár gyalog, akár kerékpárral az intézmény. Április 19-től előreláthatólag újra hagyományos rendben folytatják az oktatást az oktatási és nevelési intézményekben. A Pávai iskola már megkezdte az előkészületi munkálatokat a gyermekek fogadására. Már nagyon várjuk, hogy kitárhassuk a kapunkat és jöjjenek a gyerekek. Az intézménynek a teljes fertőtlenítése megtörtént. Már az elmúlt időszakban minden egyes helyiséget, minden termet, a plafontól a
padlóig végig mostak, felőtlenítettek a hivatalsegédeink. Ami még most előttünk van, ugye egy gyors ablakpucolás, függönymosás, még ez a tavaszi nagytakarításnak részeként, illetve még egy átmosás következik a feltétlenítőszerekkel, és akkor tökéletes biztonságban leszünk. Nyilván tövére, továbbra is megmarad a feltétlenítő kézmosás a bejáratnál, illetve a lázmérőzés. Áprilisban megkezdődött a pedagógusok oltása is, az intézmény dolgozói nagy arányban jelentkeztek az oltásra. Nálunk már több pedagógus előzetesen is regisztrált az oltásra, van, aki abból kifolyólag már megkapta. A múlt héten egy viszonylag nagyobb létszámú dolgozót sikerült beoltani, még ezen a héten folytatódnak az oltások. Én úgy gondolom, hogy egy olyan 80% körül ilyen fölvették már az oltást, hogy föl fogják venni az oltást. Mik a tapasztalatok az idejében a digitális oktatással kapcsolatban? Sikerült minden gyerekhez megfelelően eljutni az anyagnak? Úgy gondolom, hogy az előző évnek a tapasztalatát felhasználva indultunk mi szeptemberben, akkor ugye egy kicsikét rásegítettünk gyakorlással, ismétléssel, nagyobb hangsúlyt fektettünk az informatika ismereteknek az elmélyítésébe, a telefonkezelésre, a számítógép bekapcsolás, lementés, letöltés, feltöltés műveletének a rögzítésébe. Úgy gondolom, hogy sokkal gördülékenyebben ment most ebben az időszakban. Minden gyereket el tudtunk érni. Egy pár gyerekünk maradt, akivel papír alapon tudtuk a kapcsolatot tartani. Telefonokat tudtunk kiadni a tankerület támogatásának köszönhetően. Gépek vannak kint a gyerekeknél, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól állunk most. A tavaszi helyzethez, most az őszi helyzetet tekintve hosszabb időt töltöttek otthon a diákok. Az elsősök például alig találkoztak az osztálytársakkal. Hogyan fog történni a gyermekek visszaszokatása az iskolába? Hát a tanítónénikkel ugye minden nap találkoztak, mert mi minden nap órarend szerint haladtunk. Tehát amikor becsengettek 8 órakor, akkor bejelentkeztek a tanítónénik, pedagógusok, és mindenki akkor tartotta az óráját, amikor egyébként is tartotta volna itt az intézményben. Tehát gyakorlatilag egész nap voltak a gyerekek felnőttel, illetve egymással is, mert azért az órák után ők sokszor azért megelőtte egy kicsikét csoportosan beszélgettek, élvezték a közösségnek az örömeit. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola konyhájának elektromos felújítása nem tűrt halasztást. Erre a célra márciusban az önkormányzat 8 millió forintot biztosított az iskola részére, az intézmény felújítási keret terhére. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon örülünk neki. Ez az épület 1972-ben épült. Tehát nyilván már a korszerű fogalom nem igazán jellemző, főleg a vezetékhálózatra, a infrastruktúrára. Az elmúlt években a Berettyóféle Tankerti Központ két ütemben az iskolai részen újította az elektromos hálózatot, tehát neonokat cseréltek, kapcsolókat, dugaszolóhajzatokat, vezetékeket, ahol erre szükség volt, úgy elég jól állunk. A konyhai részen ott ugye rengeteg olyan gép került beüzemelésre, ami a korszerű konyhához hozzátartozik, legyen az egy több emeletes sütőkészülék, ugye a nagyüstnek a használata, a melegentartó, a mosogatógép, ezek mind azok, amik ugye a nagy adagszámhoz nélkülözhetetlen eszközök, és mivel elég kicsi az ebédlünk, a gyerekek viszonylag hosszabb időt tart, amíg ebédelnek, tehát az ételt nyilván melegen kell nekik tartani, tehát ez is egyfajta megnövekedett fogyasztási igényt jelzett. Emiatt nagyon-nagyon szükségessé vált az, hogy a vezetékhálózatot is cseréljük, illetve magát a mérőhelyet is bővítsük ahhoz, hogy a megnövekedett igényeknek meg tudjunk felelni. Ugye iskola részen és a digitalizáció, az informatikai eszközöknek a használata, az megint óriási energiafelvétellel jár. Ott ugye eleve a laptopok használata, minden teremben ott vannak a gépek, ott vannak az interaktív táblák, tanulói tabletjeink is vannak, olyan 150 körüli darabszám, amit egyszer akkor akár 4-5 osztály is tud használni. Ez mind-mind ugye energiafelvétellel jár, leterheltséget jelez, és nagyon nagy segítség a számunkra, úgyhogy ezúton köszönjük a támogatást a Hajdúszóvó Szobáros Önkormányzatának.
Mikor kezdődhet meg a konyha felújítása, hogy most április 19-ével kinyit újra az intézmény, befolyásolja a felújítás menetét? Hát én úgy gondolom, hogy valószínűleg a nyári időszakot megvárjuk vele, én gondolom, mert akkor kisebb adagszámú étel az, amit biztosítani kell. De volt már ilyen, hogy nem ezen a konyhán történt a főzés, hanem fenn a központi konyhán, és onnan hozták ki a étkezéshez szükséges adagmennyiséget. Meg tudja, szerintem nagyon rugalmasan oldani a gazdasági szolgáltató ezt a kérdést. Április 1-én az esti órákban Nádudvart és Püspökladányt összekötő útszakaszon, Nádudvar határában eddig tisztázatlan körülmények között egy gépjármű lesodródott az úttestről, és a szántóföldön a tetejére borulva állt meg. A helyszínre a mentőket is riasztották, akik egy szemét a helyszínről kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős, a baleset körülményeit a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya vizsgálja. Ebben a roppant megterhelő időszakban fontos, hogy közösen vállaljuk felelősséget környezetünkért és együttműködjünk a folyamatos megújulásban. Márciusban Hajdúszoboszló város önkormányzata elkészítette a járdafelújításokat támogatni hivatott városi rendeletet, mely közterületi járdák közös erővel történő felújítására ad támogatást magánszemélyek részére. A mai napon dr. Kovács Gergely alpolgármester úrral beszélgetünk a városunkat érintő aktuális hírekről. Köszöntöm Önt! Szeretettel köszöntöm a TV munkatársait és a kedves nézőket! Hajdúszoboszló város önkormányzatának képviselőtestülete márciusban elfogadta a járdafelújításokat támogatni hivatott városi rendeletet. Mit tudhatunk erről, kik vehetik igénybe ezt? Ez egy teljesen új konstrukció, korábban Hajdúszoboszlón ilyen még nem volt. Hajdúszoboszlói lakcímkártyával rendelkező természetes személyek, tehát magánszemélyek vehetik igénybe ezt az új támogatási formát. Annyi megkötés van, hogy önkormányzati tulajdonú területen, tehát közterületen meglévő járda felújításához lehet a támogatást igénybe venni. 2021 évi költségvetésben 6 millió forintot különített el erre a célra a képviselőtestület, és ez azt jelenti, hogy a forrás kimerüléséig akár lehet pályázni. Ez ideális esetben akár 100 járda felújítására is elégséges lehet. Annyit kell tudni, hogy annyi korlátozás van benne, hogy maximum 20 négyzetméterre, tehát mondjuk egy 1 méterszel 20 méteres járda szakaszra lehet a támogatást igénybe venni, és maximum 3000 forint per négyzetméter vissza nem térítendő támogatásról beszélhetünk, mind anyagköltség, mind munkadíjról szóló számla elszámolható ebben a konstrukcióban, utófinanszírozásuk, tehát már először meg kell vásárolni az anyagot, ki kell fizetni a munkadíjat, és utólagosan a számla ellenében az önkormányzat megtéríti azoknak a költségeit, akik a támogatási szerződésnek megfelelően jártak el. Ha valaki ezt igénybe szeretné venni, hol tud esetleg formanyomtatványokat felvenni? Ezeknek még a közzététele folyamatban van, ez a www.hajdúszoboszló.eu, tehát a városnak a közigazgatási portálján lesznek ezek mindenképpen elérhetők, illetve amennyiben már lesz lehetőség személyes ügyfélfogadás, vagy a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályán és infopontján is lesznek nyomtatványok kihelyezve. A nyomtatványcsomag előkészítése az már a végső fázisban van. Hamarosan sor kerül majd a rendelet kihirdetésére, hiszen azért abban módosítások is történtek, ezért ennek időigénye van. És előre láthatólag én azt a információt kaptam, hogy április 20-ától, tehát a következő hétfőhöz egy hétre már lehet igényelni a támogatásokat, de aki már most tudja, hogy igénybe kívánja majd ezt venni, annak mindenképpen javaslom, hogy a Városfejlesztési Irodánál a közútkezelő hozzájárulásokat már kezdje el elindítani, a közülköző hozzájárulások beszerzését, mert ez feltétele lesz a támogatás odaítélésének. Ennek a járdafelújítási programnak városunkra tekintve milyen gazdasági, társadalmi, esetleg környezeti hatása van? Nyilván a gazdasági hatást kétféleképpen lehet értelmezni, természetesen van egy egyszeri kiadása ezzel az önkormányzatnak, ugye ez a éves szinten most ebben az évben legfeljebb 6 millió forint, viszont másik oldalról azért itt mindenképpen egy jelentős
keresletet generál ez az építőiparon belül, ami egyébként most ugye az országos rendelkezéseknek is folyamánya, tehát én úgy gondolom, hogy az építőanyag kereskedők és a építőipari vállalkozók is tudnak most ezzel egy új piacot nyerni, de én úgy gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb a lakosság egészének az a társadalmi jelenség, hogy kicsit az önerős járdaépítésnek visszajöhetne a hagyománya, tehát hogy a lakosok öngondoskodásban maguknak megcsinálják a járdát, és ez az önkormányzat az anyagköltséghez támogatást nyújt. Én úgy gondolom, hogy ez lesz a legnépszerűbb konstrukció, tehát inkább anyagköltséges számlákra számítunk mi, és nem elhanyagolható, hogy ez mind közlekedésbiztonsági, mind esztétikai szempontból egy kedvezőbb állapotot fog létrehozni a járdáknál. A városképi szempont szintén nem elhanyagolható. Ugye itt akár a frekventáltabb területeken is a rossz járdák megjavítása mindenképpen egy üdvözítő helyzetet teremthet, és elmondhatjuk, hogy amit sokszor kritikaként fogalmaztunk meg korábban, hogy nem csak a városközpontban és a fürdőből áll Hajdú-Szoboszló, hanem a kevésbé frekventált helyen fekvő utcákban lakó lakosok is megérdemlik azt, hogy velük is hasonlóan foglalkozzunk. Alpolgármester úr az év végén adott tájékoztatást arról, hogy amennyiben a kedvező időjárási körülmények lehetővé teszik, megkezdődhetnek a támfal körüli helyreállítási munkálatok. Hol tart jelenleg ez a folyamat? A támfalról, igen, év végén beszéltünk, ugye november közepén került aláírásra a vállalkozási szerződés a Hajdú-Szoboszlói székelyű Generál 2002 Kft-vel. A szerződésben a teljesítési határidő, azt hiszem, hogy akkor azt el is mondtuk, hogy 2021. április 30. napja, ugye most április 8-a van, jelenleg úgy tűnik, hogy ez az időpont ez tartató lesz, hamarosan készre jelentik a munkát, és azért már látszódnak a változások a legutóbbi bejelentkezés óta. Itt ugye akkor talán elmondtuk, de még egyszer nem árt tisztázni, hogy miről is szólt ez a szerződés. Teljes felületvakolás volt a lényege, egy 4 cm vastag érdesített polisztirolhab hőszigetelő lemezt rögzítettek mechanikailag, és ugye egy üvegszövet háló felragasztását követően a műgyantavakolat felhordása történt meg, tehát gyakorlatilag egy felületvakolás hőszigetelés történt, ami esztétikailag is egy szebb állapotot teremt. Felmerülhet az a kérdés, hogy mi lesz a korábban oda kihelyezett köztéri pannókkal. Ezzel kapcsolatban külön döntés még nem született, de nekem az az információm van, hogy pannók vissza fognak kerülni, azonban azok az esztétikailag kifogásolható, emellett balesetveszélyes előtetők már nem lesznek ott. A pannók nyilván a szakemberek bevonását követően, de alulról kerülnek majd megvilágításra. A városunkban működő civil szervezetek március 19-éig nyújthattak be pályázatot a városi önkormányzathoz kulturális, sport és turisztikai tevékenységek támogatására. Van-e arra vonatkozóan adat, hogy hányan adták be erre a pályázatot? Igen, a pályázat beadás határideje valóban letelt, már hamarosan polgármester úr, ugye a veszélyhelyzet miatt a képviselőtestület nevében is eljárva, hamarosan döntést hoz a benyújtott pályázatokról. Kulturális, sport és turisztikai pályázati alapban 36 millió forint szerepel jelenleg. Erre 46 egyesület pályázott, 46 pályázatot kaptunk. A kulturális és sport pályázatok azért túlnyomó részben voltak, turisztikai érdeklődő most kevesebb volt. Hamarosan ebben ugye döntés fog születni, ahogy említettem. Míg a civil alap, ami elsősorban a fenntartási működési költségekre tudják igényelni az egyesületek, a 10 millió forint keretösszeg volt, 42 pályázat érkezett oda is, tehát körülbelül hasonló a beadott pályázatok száma. Azt azért elkívánom mondani, hogy noha a pályázati keretösszegek nem csökkentek, de mivel a önkormányzat anyagi helyzete a COVID-világjárványhoz miatt a tavalyhoz hasonlóan idén is meglehetősen nehéz, tehát minden forrásnak megvan a helye is, ugye viszonylag ki van számolva a költségvetés, emiatt számítani kell arra, hogy a tavalyhoz hasonlóan két részletben lesznek majd megállapítva ezek a támogatások, tehát két szerződést kötünk a támogatottakkal.
Nagyon szépen köszönöm a polgármester úr, hogy tájékoztatott minket a várost érintő aktuális hírekről. További sikeres munkát kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen a megkeresést, további szép napot kívánok Önöknek és minden kedves nézőnek. Idén tavasszal is a madarak védelmére kihelyezett fészektartókkal várja a gólyákat az egyik közismert áramszolgáltató cég. Korábban összesen 4399 védőeszközt telepítettek, idén márciusra újabb 48 került fel az oszlopokra az energiacég szolgáltatási területein. Az egyik közismert energiacég folyamatosan az élővilágot kímélő, fenntartható és biztonságos energiaellátás megvalósításáért dolgozik. Fontos számukra, hogy minden évben időben felkészüljenek a költöző madarak érkezésére. Ezt a tevékenységet minden évben alapvetően ősztől korra tavaszig végezzük, mert március közepétől már elkezdenek visszaérkezni a gólyák hazánkba, és addigra mindennek készen kell állnia. Abban az esetben, hogyha nem helyeznénk ki fészek magasítókat a villanyoszlopokra, akkor a gólyák nagy eséllyel elkezdenének önmaguk építkezni, egyszerűen a villamos hálózatra magukra a légvezetékekre. Most egy ilyen eset, hogyha így elkezdenek közvetlenül a légvezetékekre építkezni, akkor az azzal jár, hogy áramszünetet okoznak a környéken élőknek, amit természetesen nem szeretnénk. És a másik nagyon fontos szempont, hogy ez a madarakra is veszélyes, mert áramütés érheti őket, hogyha ilyen módon meghagyjuk nekik ezt a lehetőséget. Ezért évek óta, sőt évtizedek óta van egy olyan gyakorlat, hogy a Magyar Madártani Egyesülettel, a helyi nemzeti parkok szakértőivel együtt kihelyezünk úgynevezett fészek magasítókat, tartó elemeket a villamos hálózatra, és erre kényelmesen és biztonságosan tudnak a gólyák fészket rakni. Mi alapján választják ki a helyszíneket, ahova ezek kihelyezésre kerülnek? Alapvetően lakossági jelzések is érkeznek, mert szeretnék az emberek, hogyha a környezetükben is költenének a gólyák, illetve a madárvédelmi szakembereket is megkérdezzük ilyenkor, és a két szempont alapján alakul ki a végleges hely, mert ők tudják megmondani, hogy van-e táplálkozási forrás például a közelben a madaraknak, hogy megfelelően el fogják-e foglalni nagy valószínűséggel ezt a fészektartót. Egyébként, hogy meghozzuk a kedvüket, még egy fonott fészek alapot is szoktunk ilyenkor a fészek magasítóra helyezni. Ezt jellemzően önkéntesek, madárvédők szokták elkészíteni, mert ez vonzó a gólyák számára. Sőt, egy nagyon érdekes dolog, hogy még fehér festékkel vagy mésszel is beszokták kenni egy kicsit ezeket az ágakat, mert ez a gólya számára azt jelzi, hogy mivel ott az ürüléknek a nyomait látja, hogy ez egy lakott fészek volt, ez egy jó hely, alkalmas, és így megnő a vonzereje, és nagyobb eséllyel foglalják el ezeket a gólyák. Hajdú-Bihar tekintetében regionális szinten hány ilyen fészektartó került kihelyezésre? A megye különösen gazdag gólyákban és gólyafészektartókban is, több mint 1600 gólyafészektartó van a megye területén. Ilyenkor, amikor készülünk a gólyák érkezésére, akkor több szempontból is folyik a munka. Egyrészt, hogyha azt látjuk, hogy egy-egy fészek magasító már rossz műszaki állapotban van, megdőlt, nem stabil, akkor azt cserélni kell. Olyan is előfordul, hogy egy gólyafészek az akár egy évtized alatt olyan súlyúra és méretűre duzzadt, hogy egész egyszerűen veszélyessé vált, egy viharos időjárás az képes lehet lesodorni ezt az egész fészket, akár a benne lévő tojásokkal együtt. Úgyhogy ilyenkor közösen a madárvédő kollégákkal leszoktuk szedni ezt a régi, nagyra hízott fészket, és egy új fészek alap kerül ennek a helyére. Illetve ilyenkor kerülnek ki még koratavasz előtt azok az új fészektartók, amik pedig az ifjú gólyapárokat várják az adott évben. A fészek környezetében a fiókák és a madarak védelmében milyen további eszközök kerülnek kihelyezésre még?
Azzal, hogy egy fészek magasítóra kerül a fészek, megvédjük a madarakat. Azonban, amikor elkezdenek kirepülni a fiatal, tapasztalatlan gólyák, akkor előfordul sajnos, hogy megsérülnek a villamos hálózaton. Ezt igyekszünk olyan módon megelőzni, hogy utólagos burkolatokat helyezünk fel azokra a pontokra a villamos hálózaton, amik veszélyesek lehetnek a madarak számára, és ilyenkor kifejezetten a repülési irányukra figyelve igyekszünk ezeket megtenni. És emiatt van az is, hogy folyamatosan végzünk fejlesztéseket, például a Portobágyi Nemzeti Park igazgatósággal közösen, illetve a kaposvári villamossági gyárral, mert hogy vannak olyan műszaki eszközök a villamos hálózatokon, amikre még mindig keresünk az igazán jó madárvédelmi megoldást, hogy hogy tudjuk átalakítani ezeket az eszközöket úgy, hogy a madarak számára teljesen biztonságosak legyenek. Ha jól tudom, kiemelt esetekben az energiacég a meglévő légvezetékeket a föld alá helyezésével megóvja az élővilágot is. Igen, vannak olyan esetek, kifejezetten a túzokok védelmében jellemző, hogy földkábellel váltjuk ki a meglévő légvezetékeket, amikor az utólagos szigetelések az áramütéstől való védelem nem elegendő. A túzokok, a nagyobb testű madarak nem repülnek, korrigálnak olyan ügyesen, és ők neki repülhetnek a villamos vezetéknek, és pusztán ettől az ütközéstől is védeni kell őket. Utolsó pillanatban észreveszik, már nem tudnak korrigálni, és megsérülhetnek, úgyhogy a túlzokok esetében igazából csak a földkábelbe helyezés jelent egy tartós és hatékony megoldást, úgyhogy túlzok védelmi területeken jelenleg Turkeve és Dévaványa között zajlik ilyen átépítés. Így szoktunk ezzel a technológiával élni. Ennek műszaki szempontjai is vannak, illetve nagyon komoly beruházást is jelent, úgyhogy csak a nagyon indokolt esetekben tudunk ezzel a megoldással élni, de igen, erre is vannak példák a környezetben. Továbbá a cég nagy hangsúlyt fektet az innovatív eszközök fejlesztésére, és kikkel működnek együtt. Most két nagyon izgalmas fejlesztésen is dolgozunk együtt, ami már a gyakorlati teszt időszakában van. Egyrészt a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósággal a Hortobágyon tesztelünk egy olyan eszközt, ami az oszlop kapcsolóra egy utólagos burkolat kihelyezését jelenti, aminek az a célja, hogy egyszerűen minden olyan felületet, ami áramütés veszélyes lenne a madarak számára, azt zárjuk el, hogy ne tudjanak a madarak olyan módon rászállni erre az eszközre, ami veszélyes lenne a számukra. Ennek a tesztje tavaly nyár óta folyik, és idén kora nyáron tervezzük értékelni a tapasztalatokat. Eddig teljesen kedvezőek, minden várakozásunknak megfelelőek ezek, úgyhogy nagyon reméljük, hogy itt az év második felétől már tömeges gyártásba kerülhet ez az új madárvédelmi eszköz. Illetve van még egy most indult gyakorlati tesztünk, itt szintén egy éven keresztül fogjuk az eszköz hatékonyságát figyelni. Itt pedig szintén az oszlop kapcsolóra, csak egy másik típusára keresünk egy új megoldást a kaposvári villamossági gyárral, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, illetve több nemzeti parkkal is együttműködve. Itt a régi eszközt gyakorlatilag fejjel lefelé szereljük fel, így szintén arra törekszünk, hogy ne legyen rajta olyan pont, amit meg tudnának közelíteni olyan módon a madarak, ami veszélyes lenne a számukra. Úgyhogy gyakorlatilag több ponton is keressük azokat a műszaki megoldásokat a mai napig is, amik mind egyel jobbak, hatékonyabban védik meg a madarakat az áramhálózaton. Áramszolgáltatóként természetesen az az elsődleges feladatunk, hogy zavartalan áramszolgáltatást biztosítsunk. De ezt közben úgy szeretnénk megtenni, hogy a természeti környezetünket is a lehető leginkább óvjuk. Ehhez keressük azokat az innovációkat, amikben egy lépéssel előrébb tudunk járni, és még hatékonyabban tudunk tenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és beszámolt a cég munkájáról. További sikereket és jó eredményeket kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönöm, minden jót Önöknek.
A megyei élvonalbeli labdarúgó bajnokság 22. fordulójában a Deac 2 ellen idegenben vendégszerepelt az Aquagenerál Hajdúszoboszlói Sportegyesület. A húsvét előtti nagyszombaton megrendezett párharcot a Debreceni Egyetem agrárpályáján tartották. Bár a kis Deac a hátsó régióban tanyászik, mégis lendületes, technikás és veszélyes csapatnak számít. Ennek megfelelően a derbi első percében a Fekete Sereg rá is ijesztett lista vezető csapatunkra. Az idő elteltével egyre inkább belelendült a szoboszlói alakulat, de az első fél időben csak nem sikerült feltörni a Barabás Zoltán által vezényelt Deac masszív hátsó alakzatát. A szünet után nem sokkal hármas cserét lépett meg Szabó László, és a Csicsek, Barna, Sütő trió egy csapásra felpörgette a támadójátékunkat. A Deac ezen a mérkőzésen mindent elkövetett a bajnoki címre hajtó Aquagenerál HS ellen, de végül csapatunk addig fokozta a tempót, amíg sok tehetséges fiatalból álló egyetemi védelem meg nem roppant. A győzelem jelentőségét növeli, hogy csapatunk ezúttal nem csillogva, hanem kemény, hajtós munkával gyűjtötte be a három bajnoki pontot. Ahogy azt a HSS szakvezetője megfogalmazta, lassan már kajnultásnyira vannak a bajnoki címtől, szinte már látják a célszalagot. A Hajdúszoboszlói Sportegyesületnél a koronavírus ellenére is tovább folytatódik a munka a színfalak mögött, és nagy erőkkel készülnek a nyitásra és az újraindulásra. Egyre többen vannak, folyamatosan bővülnek. Ez újra és újra bizonyosságot nyer, hiszen a múlt hét folyamán újabb csapattal bővült a HS-ek is családja. Változatlanul nagy lendülette, de új utakon járva készülnek a szezonbeli megmérettetésekre a Sáréti Tech Ball játékosai. A Sportegyesület sportolói, valamint Tóth Tamás alapítóelnök, ugyanis a HS-e kötelékében folytatja tovább a megkezdett munkát. Tóth Tamás a Tech Ball tekintetében a régió egyik úttörőjének számít, igazi vezérenyéniség, tapasztalt, sokat látott szakember. A HS-ével augusztusban kerültünk először kapcsolatba, amikor megrendezések került a maga nemében rendhagyó és rendkívül színvonalas első tengó és tech torna, ahol lábteniszesek és techbólosok mérték össze tudásukat. A HS-e keresett meg bennünket azzal a kéréssel, hogy segítsük a torna lebonyolítását és biztosítsuk a megfelelő eszközöket, felszereléseket a sikeres torna rendezéshez, és így indult a mi gyümölcsöző kapcsolatunk. Többször tartottunk már közös edzéseket, és körülbelül egy 2-3 hónappal ezelőtt kerestük meg a Marosi György Csongor elnök urat azzal a kéréssel, hogy szeretnénk csatlakozni a HS-e családjához, ugyanis úgy éreztük, hogy azok a szakmai célok, amiket mi kitűztünk az egyesületünk, csapatunk, játékosaink felé, azok már a lehetőségeink okán nem tudnak teljesülni, és így úgy gondoltuk, hogy a HS-e család keretein belül a játékosaink lendületével, elszántságával közösen egy olyan sikeres elegy alakulhat ki, aminek segítségével itt a régióban egy vezető pozíciót harcolhatunk ki magunknak, illetve az országos bajnokságban is kiemelkedően tudjuk majd képviselni a régiót. Ezúton is szeretném megköszönni Marosi György Csongor elnök úrnak, illetve László Riál szakosztályvezető úrnak, hogy lehetővé tették számunkra azt, hogy csatlakozhassunk a HS-e népes családjához, és bízunk benne, hogy hamarosan ezt nagy sikerekkel tudjuk majd nekik meghálálni. A techból a labdarúgás és az asztali tenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet egy ívelt asztalon játszanak. A játékosok a karok és a kezek kivételével a test bármely részével hozzáérhetnek a futballlabdához. Laikusoknak mindig azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag azt kell elképzelni, mint hogyha valaki lábteniszezne egy hajlított pingpong asztalon. Gyakorlatilag ez a techból, és bárki, aki már hármat tud dekázni a labdával, az sikereket érhet el ebben a sportágban. Mennyire népszerű ez a sport a régióban? Hajdúszoboszlón hányan űzik ezt a sportot?
Rendkívül népszerű, egyre népszerűbb, rengeteg asztal van már szerte a világban, többek között így Magyarországon is, hiszen innen indult maga a sportág is. Ennek okán Hajdúszoboszlón is egyre népszerűbb. Az első versenyünkön, ugye, amit említettem, hogy augusztusban került megrendezésre, már ott is többen részt vettek rajta, illetve ugye most elindultak az edzések, azon is stabil 10-12 fős létszám van, úgyhogy azt gondolom, hogy a maga nemében ahhoz képest, hogy nem egy csapatsportágról van szó, hanem egy egyéni sportágról van szó, kifejezetten jó létszámú edzéseket tudunk tartani, tehát egy népszerűnek mondható már itt is Hajdúszoboszlón, annak ellenére, hogy egy fiatal sportág. Idén márciusban elhunyt idősebb Gattyán György, az Országos Tekból Szövetség első alapító elnöke, aki a legnagyobb híve volt ennek a sportágnak, és nagyon sokat tett annak hazai fejlődéséért. A hazai tekból élet egyik emblematikus alakját veszített el idősebb Gattyán György hirtelen halálával a sportág. Rettenetesen rosszul érintett bennünket, játékosokat, a sportág résztvevőit, hiszen Gyuri bácsi rengeteget tett ezért a sportágért. Gyakorlatilag ő volt az, aki megteremtette a magyar szövetséget, a Magyar Tekból Szövetséget. Ő volt az úttörő, ő hozta tető alá az országos bajnokság minden kategóriáját, tehát a hazai tekból élet egy emblematikus figuráját vesztette el az ő sajnálatos és hirtelen halálával. Rettenetesen megdöbbentünk, és nagyon sajnáljuk, hogy eltávozott közülünk. A tekból csapat junior és felnőtt tagjainak egyaránt megkezdődött márciusban a versenyszezon. Hát már a felnőtteknek is lett volna márciusban egy OB2-es, az ugye az minket érint, OB2-es forduló, viszont az a vírus helyzet miatt elmaradt. Azonban szerencsére a juniorok már el tudtak indulni. Van is egy junior játékosunk, Füredi Bence. A márciusi versenyén 5. helyezést ért el, tehát ennek nagyon örültünk. Ő a felnőttekkel edz, viszont ezen kívül vannak kifejezetten junioroknak is edzés. A mi versenyszereplésünket ezen a héten egy nemzetközi tornán fogjuk elkezdeni. Ezen a tornán már részt fognak venni külföldi játékosok is, hál' Istennek a vírus már ennyit enged, illetve a rendelkezések már ennyit engednek. Ezen a tornán részt vesznek már lengyel, francia, úgy láttam, hogy Koszovóból is érkeznek, illetve magyar válogatott tagja is részt fognak venni. Szóval ez tényleg egy annyira erős kupa lesz, torna lesz, hogy célunk a tisztességes helytállás, illetve hogy tényleg egy erőpróba lesz számunkra az OB2 előtt. Ahogy megszokhatták, két hetente rendőrségi magazinunkkal jelentkezünk. Ezen a héten Karácsony Béla rendőrségi szóvívő számolt be a város érintő legfrissebb kék hírekről. Anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínen kellett intézkedni a rendőröknek Hajdúszoboszlón 2021. március 26-án az esti órákban. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy 57 év körüli férfi közlekedett az általa vezetett Ford típusú személygépkocsival 18:45 perc körül Hajdúszoboszlón a Luther utcán. A Szélfákalja utca keresztüldésébe a forgalomirányító fényjelzőkészülék tilos jelzése ellenére behajtott és összeütközött az ott szabályosan közlekedő Peugeot típusú kis teherautóval, ami az ütközés következtében megrongálódott. Egy 70 év körüli férfi közlekedett 2021. április 3-án 9:05 körül az általa vezetett Opel típusú személygépkocsival Hajdúszoboszlón a Szováti úton. Amikor a Rákóczi utca keresztüldéséhez érkezett, nem adott elsőbséget a védett úton közlekedő Audi típusú személygépkocsinak, amivel összeütközött. A baleset során anyagi kár keletkezett. Senki nem szenvedett sérülést abban a balesetben,
ami 2021. április 6-án a reggeli órákban történt Hajdúszoboszlón. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 55 év körüli férfi közlekedett az általa vezetett Toyota típusú kis terrautóval a József Attila utcán 6 óra 40 perc körül. Amikor a Böszörmény út keresztődéséhez érkezett, nem tett eleget az ott kihelyezett álljelsőségadás kötelező távol rendelkezéseinek, és nem biztosított elsőbséget az ott közlekedő Opel típusú személygépkocsinak, amivel összeütközött. Kérünk mindenkit, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Hajdúszoboszlón a Kabai útfélen vontak ellenőrzés alá rendőrök egy 57 év körüli férfit, 2021. március 29-én 5 óra 10 perc körül, aki az Opel típusú személygépkocsijával közlekedett Kaba irányába. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a járművezetőjét előállították, vezetői engedélyét a helyszínen elvették. Az ügyben járművezetés ittas állapotban vétség miatt indult büntetőeljárás. Egy 36 év körüli férfi közlekedett 2021. április 4-én 12 óra 35 perc körül Hajdúszoboszlón a Szomáti útfélen az általa vezetett Suzuki típusú személygépkocsival, amikor a munkatársaim ellenőrzés alá vonták. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda ittasságra utalt, ezért a sofőrt előállították, vezetőengedélyét a helyszínen elvették. Ebben az ügyben is járművezetés ittas állapotban vétség miatt indult büntetőeljárás. A rendőrök ellenőrzése alkalmával ittasnak bizonyult az az 55 év körüli férfi, aki 2021. április 1-én 16 óra 43 perc körül Hajdúszoboszlón a Bárány utcában közlekedett az általa vezetett elektromos kerékpárjával, amit gépi meghajtással használt. Felhívom a figyelmet, hogy aki a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyaszt, az nem csak a saját testépségét veszélyezteti, hanem a közlekedés többi részőjére is veszélyt jelent. Köszönjük, hogy ma is hírhozónkat választották, de maradjanak velünk, hiszen a reklám után magazinműsorunkkal folytatjuk tovább.